kivédi-e ezt a 11-est is Szűcs Lajos? Nem! Bosztonyi a 100. élvonalbeli mérkőzésén 2 gólt rúg, és fordít a DVTK, most már 2-1. Szűcs is kap egy sárgát reklamálásért. Micsoda fordulat! 75 percig kézben tartotta a mérkőzést a Pápa, és aztán 5 perc alatt megfordítja a Diós Győr a meccset. Nagyon higgadt volt Gosztonyi.